Egyszer egy szépséges, szép király kisasszony, de olyan szép, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. Jártak is az apja házához hercegek, királyfik a világ minden tájékáról. Körülvették a világ szép király kisasszony, mondtak neki mézes, mázos szavakat, de annak ugyan beszélhettek. Az egyik fülén be, a másikon ki, nem hallgatott rájuk. Egyhez sem volt egy kegyes szava, csak kacagott rajtuk, hogy a palota is csengett belé. Volt egy a hercegek s királyfik közt, aki tetszett neki egy kicsit, de ennek sem sok örömet elhetett abban, mert őt még a többinél is jobban kikacagta a szívtelen király kisasszony. Hát, telt múlt az idő, az történik, hogy két bolhácska ugrik a király kisasszony tenyerébe. Nosza, a király kisasszony serest. Összeszorítja a markát, s a két bolhácskát beleereszte egy zsíros bögrébe, hogy ott nagyra nevelkedjenek. Bizony, ha odaeresztette, hogy jó konyhára kerültek, s esztendőre kettőre úgyben növekedtek, hogy a bőrükből pompásan kitellett volna egy pár cipellő. Mit gondolt, mit nem a király kisasszony? Behívatta a mészárost, a bolhákat megnyúzatta, a bőrüket a vargával kicserzette, s a csizmadiával fájintos egy pár cipőt csináltatott. Kihirdette országvilág előtt, hogy aki kitalálja, hogy az ő cipője miféle bőrből vagyon csinálva, annak lesz a felesége. Összeverődtek ismét a hercegek, királyfik, és mindenféle válogatott legények. Lédába állottak az udvaron, s úgy találgatták, hogy miféle bőrből vagyon a király kisasszony cipője. De egy sem találta el az igazit, hanem a herceg, aki egy kicsit a király kisasszonynak is tetszett. Fogta magát, felöltözött koldús ruhába, belopódzott a király kisasszony hálókamrácskájába, s ottan elbújt, hát ha majd este a király kisasszony beszél a szobalánynak a cipőjéről. Úgy is lett, ahogy gondolta. A király kisasszony nagyokat kacagott a sok bolond feleleten, amit egész nap hallott, s azt mondta a szobalányának, meglásd, soha senki ki nem találja, hogy bolha bőrből van a cipő. Hiszen éppen eleget tudott a herceg, másnap ő is a többi legények közé vegyült, koldús ruhában, és mikor a sor rákerült, megmondta egy szóra. Felséges király kisasszony, bolha bőrből vagyon az a cipő. Elhalványodik színében a király kisasszony, reszketett, mint a nyárfa levél. De a szavát nem akarta megmásítani, és azt mondta, eltaláltad te koldús ember, feleséged vagyok ez órától fogvást, ásó, kapa, s a nagy harang válasszon el minket. Jól van, hát csak vesd le lelkem, feleségem, szép sejem ruhádat, öltöz te is koldús ruhába, mert úgy illünk egymáshoz. Akart, nem akart, koldús ruhába öltözött a kevés király kisasszony, s ment az urával a falu végére egy piszkos kalibába. De még ez sem volt elég. Az urával reggeltől estig koldulni kellett, hogy járjon, este tüzet rakjon, vacsorát főzön olyant, amilyent lehetett, s amilyen kitelhetett. Azán, még ez sem volt elég. Jön egy hajdó a kalibához, s beszól nagy hangosan, hé, koldús asszony, eredj tüstént ennek a hercegnek a földjére kapálni. Mit volt mit tenni? Elment nagy keserves könyhullatások közt. Azután az ura is elment, egyenest a palotájába. Ott felvette ragyogó cifra ruháját, s úgy ment ki a kapásokhoz, mert hát az ő földjére küldték kapálni a koldús asszonyt. Ott a kapásokat egyre biztatta a herceg, a feleségét pedig folyton szitta, becsmérelte, hogy ilyen meg olyan napszámos pedig szegény asszonyról csak úgy csurgott a berejték. Na, elkövetkezett a vacsora ideje. Asztalhoz ültetik a napszámosokat, ezüst kanalat, villát, kést tesznek mindenkinek a tányérjához. De a herceg még nem elégelte meg, azt akarta, hogy a felesége megemlegesse a kevésségét. Megtanított egy napszámos asszonyt,
hogy annak a koldusasszonynak csúsztasson egy ezüst kanalat a zsebébe. Hiszen lett haddelhad vacsora után, amikor az inasok látták, hogy hibázik egy ezüst kanál. Nosza, sorban megmotozták mind a napszámosokat, meg is találták a koldusasszonynál. Hiába esküdözött, megfogták, s vitték a sötét tömlöcbe. No, hanem most már csak ugyan elég erős volt a lecke. Alig, hogy bezárták a tömlöc ajtaját, mindjárt ki is nyittatta a herceg, bement a feleségéhez, szép gyöngén megfogta, s fölvezette a palotába a feleségét. Mondta neki, no most már ne sírj többet, öltöz fel újra szép selyem ruhádba, lásd, én is felvettem drága szép ruhámat, mert úgy tekints rám, hogy én voltam az a koldús, akinek te felesége lettél. No, száz szónak is egy a vége, olyan szépen megbékültek, s összemelegedtek, hogy öröm volt látni. Én legalább láttam, ti is megnézhetitek. Bátran!